Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban egy toronyból fogunk kiszabadulni. Pontosan most nem tudom megmutatni nektek, hogy milyen toronyból, mert hát benne vagyok éppen, és oda föl kell majd mennünk a leges legtetejére, és ott fogunk tudni csak kiszabadulni. Az ötlet az Preston Place-től van, tehát tőle láttam ezt a pályát, ott lesz a linkje a leírásban. És az a neve, hogy Think, tehát hogy gondolkozzunk. Logikával kell majd az egyes szinteket véghez vinnünk. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerülni fog-e egyáltalán ezt megvalósítani. Tehát itt vagyunk, semmi nincsen a pályáról, semmi leírás, meg tényleg semmi. Egész egyszerűen csak bedobunk minket ide, és hát kezdjük el. Nem tudom egyelőre, hogy hogyan, de gondolom innen, ja, hogy ezt meg kéne várni. Így, és így átugrottunk, és már meg is van félig meddig az első feladat. Remélem, hogy ide fel fogunk tudni ugrani. Hát nem. Valahogy nem nagyon sikerült. De majd talán most. Hát akkor most sem. Igen, hát hogyha parkörös részek lesznek, az nekünk nem lesz túl pozitív. De végül is sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Mabai Turtle Jobs. Remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. De minden esetre ő készítette a pályát. És itt van, hogy ezt létrára és ugyanilyen shulker boxra tudjuk lerakni. Aha, ott kettő blokk hiányzik, úgyhogy feltételezem, hogy innen rá lehet ugrani. Pontosan. Létra. És hát végül is. Na jó, hát mindegy, igazából meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy kinyitom az egyik shulker boxot és már úgy felsétálok. De gondolom, hogy az előző pályac utcai a következőhöz már nem kellenek, vagyis nagyon remélem. Most itt vannak táblák. Igen, tudtam. Nagyon-nagyon tudtam, hogy itt izék lesznek. Láthatatlan blokkok. Tehát ez konkrétan egyértelmű volt, hogy azok lesznek. Csak véghez is kellene tudnunk vinni a parkürt. És akkor nagyon-nagyon jók lennénk. Igen, meggyűlik a bajom a parkőrrel. Semmi gond. Elvégre nem vagyok egy nagyon jó parkőr. Hát, igen. Beverem a fejemet parkőr, nekem nagyon nem fekszik. Tehát én azt egyáltalán nem tudom véghez vinni szinte soha. Most csodával határos módon sikerült egyébként. Ez nem tudom, hogy jó lesz-e valamire. Egyelőre még körbe se néztem. Szóval itt látok egy potion főző állványt, shulker box. Ó! Ó! Hogy itt ennyi minden van? És itt van egy gomb. Nem tudom, most kivegyem így a cuccokat? Vagy mi legyen a feladat? Itt mi volt még? Semmi. Glowstone. Akkor mindenből kiveszek. Jaj, hát tudom. Ahogy most már egyértelmű. Potiont kell főznünk. Igen. Szerintem ez egy határozott potion főzés. És aha, szerintem nagy ugrás fog kelleni, mert ugye, ahogy látjátok, itt kettes blokk van, és ide nem nagyon lehet feljutni. Úgyhogy fog nekünk kelleni. Hát, egy kettes? Aha, szerintem egy kettes magasugrás. Úgyhogy gyorsan akkor csinálunk is. Hát, csinálunk a biztonság kedvéért. Hát jó, megcsinálom az összeset szerintem. A biztonság kedvéért, mert nem bízok magamba. Tehát ezt be kell hallani. Lehet, hogy nem fog sikerülni elsőre, bár mondjuk nem tudom, hogy mekkora a ható ideje ennek az egésznek, de igazából tök mindegy. Fogjuk és megcsináljuk az összeset ilyen magasugrás 2-vé, akkor ugye azért kell a glowstone is. Ez mindjárt meg is van. Akkor berakjuk a rabbit footot, vagy a nyullábat. Hát igen, abból is elég lett volna egy, úgyhogy ezeket szerintem vissza is rakom, mert nekem nem nagyon fognak kelleni, hát mire? A kardot azt elviszem, az elég jó. Igen, mindjárt kész van a nyulláb is, és akkor belerakjuk végső a Glowstone Dustot, és akkor ezzel szerintem ki is vittük a feladatot. Hát jó, oké, egy nyulláb is nálunk fog maradni, de remélem, hogy ha felmegyünk a következő szintre, akkor lesz valami törlési lehetőség, vagy max, ha nem, akkor ide ledobálom. Elvégre nem fog tényleg kelleni semmi. Hát a kardot azért nem viszem el, és volt hangja. Wow, ez picit meglepett. No, hát akkor várj, ez kettes? Kettes, igen. Akkor próbáljunk meg felugrálni. Egy. Kettő. Ó, és törlődött is az összes cucc. Nem baj. Hát ez volt a cél végül is. Itt mi a jó Isten van?
Szóval, hogy pisztonokkal kell nekem valahogy felmenni. Oké. Nagyjából látom, hogy mi az, amit nekünk kellene csinálni. Azt, hogy amikor ott állunk, akkor legyen ilyen helyzetbe. Tehát feltételezem, hogy ezt így kell csinálni. Így. És nagyon jó! Gyerekek, nagyon vág az eszünk. Úgyhogy... itt mi van? Place crafted items here. És mégis mit kell ebből craftoljak? Homok, redstone, virág, homok és gravel. Hát most itt van az, hogy fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Tehát ezeket kiveszem. És hát az egyetlen ötletem az az, hogy csinálok egy pink dye-t. Tehát így ennyi volt az egész. Az összötletem ennyi. Várjál. Redstone block. Az kijön. Mert ugye ezeket egyben nem lehet lecraftolni. Tehát hogy úgy miért lehetne? Tehát így nem nagyon. És ebből nem tudunk semmit csinálni, ugye? Ó! Így raktam. És valami be kellett, hogy villanjon. Gyerekek, ha ez lesz, akkor én nagyon boldog leszek. Egyelőre még fogalmam nincs, hogy kellene lerakni. Lehet, hogy így. Nem ez. Ó! Igen! Concrete powder. Oké. És maradt 4 cent. Hát abból meg akkor csinálok egy sandstone-t, aztán annyi. Nem tudom. És ezek voltak! Na, oppá, ezeket ki kéne venni szerintem. És komolyan! Ezeket kellett lecraftolni? Block of redstone crafting... Aha, tehát ezt tudom a crafting table-re. Úgy. Ezt a sandstone-ra, ezt meg a block of redstone-ra. No, hát ezt is megoldottuk, úgy nagyjából. Szóval itt is csak tényleg az eszünket kellett használni. What the f... Hát végül is ide le tudjuk rakni, úgyhogy ez annyira nem probléma szerintem. Vagy ez is egy nehéz feladat? Egy, kettő... nem. ez nem tűnt nehéznek, tehát hogy itt nem volt mit csinálni. Oh. Hogy... jaj ne, ezek összefüggő feladatok? Na igen, hát akkor itt most probléma van. Mégpedig az, hogy nem tudok innen kijönni. Hát akkor szerintem egy game mode 1-jel megelégszünk, és visszajövünk. Mit szóltok hozzá? És game mode 2, mert ugye abban voltunk. Akkor reset. Oké, szedjük ki az összeset, és most... várjál. Ha ide rakok... mert innen... jaj, nem lehet ide rakni, hát az tök jó. Mert ugye a ládáról fel lehet ide ugrani, az addig nagyon jó. És innen viszont ezt már nem lehet megcsinálni. És el is csesztem az egészet. Nagyon jó. Igen, szóval... ezzel nincs gond. Úgy idáig. Hát ezt nagyon jól megoldottam. Igen, mert mindegyikre szükségünk van tényleg. Tehát itt nem lehet pazarolni egyet se. Bárja, maradt egy. És azzal az egyen nem lehet oda felugrani? De. De! What? Gondolkoz erősebben? Mi a tehát nincs is izém? Hol a kő? Hát ennyi kő van összesen. Mégis mit csináljak? Hát most ezt így megoldottam, oké, fel tudtam jönni, meg mit tudom én, de... de haver! Most komolyan? Ez se jó. Honnan szüljek végtelen köve... Ó, ne! Van egy ötletem. Hogyha én ezt az invenbe rakom, és resetelem, az nem jó. Máshol nem tudom rakni. És ha kidobom... ne! Nem hiszem el! Ez a megoldás, hogy ki kell dobni? Jaj, várjál, nehogy a kezemből. Kezemből vigyük el az összes követ. És ez komoly. Ez a pályának a megoldása?
28 kő már csak elég lesz. Most nem spórolunk itt a kővel, nem érdekel. Hogyha nem lesz elég, akkor nagyon messed up leszek, az biztos. Oké, akkor ide kell még egyet. Mondom, ide kell még egyet rakni, engedj már át, köszönöm. És akkor így, think harder, jól van haver, erősen gondolkoztam most már tényleg. Úgyhogy, úgyhogy remélem ennyi. Take a leap of faith. Ez mi a jó isten? Ez a konkrét blokk? Innen nem tudok átugrani? Nem, nem tudok átugrani. Ide nem tudok már követ se rakni. Oh. A fejemen volt még 4 darab. Ez real. Lehet, hogy így kellett volna megcsinálni, hogy megvolt az a kő. Várja, ezt lehet, hogy most... Várja, ezt most kaptam, nem? Leather cobblestone. No way! Ne! Ezt így ezt eddig tuti nem volt a fejemen. Azt a... Na, ez durva. És ez mi? Semmi. Jó, akkor, akkor ezeket megtartom. Bár mondjuk még mindig van szillentörös, szóval simán ki lehetne játszani az egészet. De azért nem vagyunk ennyire buták, úgyhogy megpróbáljuk megcsinálni így az összes feladatot. Hát egyelőre nem tudom, ojjaj, hát ez tök jó idáig. Hála Istennek nem dob vissza a pályának a legelejére, hogy újra kelljen kezdenem, hanem itt szép okosan, ügyesen fogad minket. Remélem, hogy vissza fogok esni. Igen. Pontosan ezt vártam, tényleg már nem vágytam a mai napon. És jön megint ez, és megint nem fogom tudni kivinni. Ez nyilvánvaló volt. Nagyon jó. De miért, haver? Ugorj már át oda. Nagyon könyörgöm neked, ugorj át. Jó. Tehát. Igen. Ezt nem lehet tovább bírni idegekkel, azt azért meg kell mondjam nektek. Tehát én ezt az ugrást nem fogom tudni soha az életbe kivinni, úgyhogy inkább elhanyagoltam. Most innen? Ha nem ide kell ugrani, oké. Akkor nagyon szomorú lettem volna. Restore! Ez mit akar jelenteni? Most pontosan nem tudom, de remélem, hogy semmi rosszat. Oda? Hát, ja, mondjuk, fogjuk rá. Igen. Nem. De. Ezt jól megbeszélem magammal egyébként. Ne! A jó Isten áldjon meg engem! Az utolsó ugrásnál. Real? Hát essünk már le akkor teljesen, hát most... Na. Aj. De miért az utolsónál, amikor már rájöttem, hogy mi a jó Istent kell csinálni? Pont akkor kell leesnem. Tehát ez nyilvánvaló. Na. Talán most nem esek le. Ez itt remélem egy spawn point, mert nem lehet bírni. This. Ez. És ez mi? Vagy mit szeretne a pálya tőlünk? Azon kívül, hogy vigyük ki a kis parkőrjét. Hoppá. Aha. Igen, hát nem ezt. Szerintem nem ezt gondolta. És ott volt még 15 cobblestone. Nem tudom, hogy került oda. De sose baj, belefér. Ezt nagyon kicentisztem. Úgyhogy innen tényleg nem szabadna elbuknunk. Mert ez tényleg nagyon ki volt centizve. És itt legyen valami checkpoint, vagy valami. Mert nem lesz ez így jó. Most már tényleg nagyon veszélyesen élek. Ennyi? Ennyi a pálya? Kétlem. Nem, innen ugrottam be ide, szóval... Várjál? Before. De! Ennyi a pálya! Kivittük! Ott van fönn a láda. A nyereményemmel. Vagy valahol le kéne ugrani. Vagy hasonló. Ott látok lent valamit. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy... Ez micsoda? Proceeding. Hát akkor nem tudom, leugrok oda, megnézzük, hogy mizu van. Ó, nem halunk meg tőle, az nagyon jó. Szóval ide leugrunk, és megnézzük, hogy ez itt mi. Lehet, hogy ez a pályának a folytatása. Egyelőre nem tudom, de ez a jeges cucc, ez nagyon gyors, és nehogy kiessünk a izé...
a széléről, mert rosszul leszek. Kezdhetem előről, mert nincs még egy ilyen palack azért. Azt láttátok, gondolom, tehát egy palack volt. Ó, még egy torony. Az nagyon jó. Akkor folytatjuk a parkürt. To be continued. Oké, srácok. Hát akkor így ennyi lett volna ez a videó. Kicsit megküzdöttem ezzel a toronnyal, azért az be kell vallani. Egyet nem tudtam semmiképp megcsinálni parkürből. De azon kívül az összes feladatot sikerült jól teljesítenem szerintem. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ti is ki fogjátok próbálni ezt a pályát. Töltsétek le, és írjátok le, hogy nektek hogy sikerült véghez vinni a feladatokat. Bár gondolom, ha ezt a videót már láttátok, akkor nem olyan túl nehéz. Szóval tényleg ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!